Egyes szendő alatt 2%-kal tudtuk növelni a magyar kis és közepes vállalkozások részesedését a magyar nemzetgazdasági export teljesítményen belül. Ezen az úton tovább kell mennünk, mert úgy látjuk, hogy a kis és közepes cégek export sikere, az a magyar nemzetgazdasági növekedés egy nagyon fontos forrása, hiszen amíg ezek a cégek a magyar munkavállalók 3/4-ét foglalkoztatják, addig az exportból csak 23%-kal részesülnek. Ezért ezt a folyamatot fogjuk erősíteni, ehhez egy állami intézményrendszert hoztunk létre, Nemzeti Kereskedőház néven, amely kereskedőház egy 4 pontból álló külpiaci sikerprogramot indított, és ezen külpiaci sikerprogram keretében pedig szakértőkkel, roadshow-kkal és beszállítófejlesztési programokkal segítjük a kis és közepes cégeket a külpiaci terjeszkedésben. Azt szeretnénk, hogyha évről évre folyamatosan növekedne az aránya a kis és közepes cégeknek az exportban, most 23%, jó lenne egy 1-2%-os növekedési ütemet elérni minden évben, és emellett pedig van egy másik célkitűzésünk is, hogy az Európán kívülre irányuló export jelenlegi arányát, amely olyan 11,9%, az 33%-ra tudjuk növelni.